Elégedette az első félévi eredményekkel? Kérdeztük Kovács Miklósnétól, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatójától. Az adott helyzethez viszonyítva az igazgatónő elégedett az eredményekkel, bár nem ilyen fél évre készültek, de a járványügyi helyzet miatt több osztály pedagógus is volt karanténban, és egy hét rendkívüli szünet is volt. Tudjuk azt, hogy nem ilyen fél évre készültünk, de sajnos a járványügyi helyzet azt követelte tőlünk, hogy több osztályt kellett karanténba küldenünk, pedagógusok is sajnos megbetegedtek, sőt, nem titok, volt egy olyan hetünk, amikor rendkívüli szünetet kellett elrendelnem, mert olyan sok volt a hiányzó pedagógus, hogy már nem tudtuk az órákat úgy megtartani, hogy az értékes legyen a gyerekek számára. Ennek ellenére azonban a gyerekek szépen teljesítettek, hiszen amikor otthon voltak, akkor online módon kapták a leckéket, hiszen a pedagógusok mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy a krétába a házi feladat mindig felkerüljön, illetve hogyha több gyermek volt távol az osztályból, mert bizony-bizony előfordult, hogy sok gyermek hiányzott, akkor az egész tananyag felkerült, illetve a füzetképek is felkerültek a Facebook csoportokba, a Classroomokba, éppen az a felület, amin az osztály a házi feladatot kapta. A gyerekek is nagyon becsületesen igyekeztek pótolni a hiányzásaikat, bár természetesen ez mindenkinek nagy nehézséget okozott, hiszen azt tudjuk, hogy most 10 napnál kevesebbet nem hiányzott egy gyermek, hiszen hogyha az orvoshoz került, akkor 10 napot kellett otthon töltenie. A félévi átlag alsóban és felsőben is 4 feletti volt, és mindenki lehetőséget kapott a javításra. Sikeresen zártuk a félévünket, szép félévi eredményről számolhatok be. Az alsó tagozatnak a félévi átlag eredménye az 4,4, a felső tagozatnak az átlag eredménye az 4,1. Büszke vagyok a gyerekekre, büszke vagyok a kollégáimra is, akik ebben a rendkívüli helyzetben is kihozták a gyerekekből a legjobbat, hiszen mindig mindenki lehetőséget kapott arra, hogy felzárkózzon és javítson. A 8-osok elsősorban továbbtanulásra a helyi középiskolákat célozták meg, a tehetséges diákok szolnoki és debreceni középiskolát választottak. Minden 8-os tanulónk készül tovább tanulni, hiszen ez én úgy gondolom, hogy a mi iskolánkban a legtermészetesebb. A helyi középiskolákat célozzák meg elsősorban, de természetesen vannak kiemelkedő teljesítményű tanulóink is, akik központi felvételre is felkészültek, megírták, ők szolnoki, illetve debreceni iskolákba szeretnének tovább tanulni. A leendő elsősökkel a Fecske hívogató Facebook csoportban tartják a gyerekekkel és szüleikkel a kapcsolatot a pedagógusok. Valóban nagyon szerettünk volna velük találkozni már szeptembertől kezdve, de a járványügyi helyzet úgy hozta, hogy jobbnak láttuk azt, hogyha felköltözünk az internetre, és ott alakítottunk egy Fecske hívogató Facebook csoportot, ahová a leendő elsős kollégáim, illetve a munkaközösség vezető egy kis tímet alkotva havonta adtak fel feladatokat a gyerekeknek, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, illetve úgy is mondhatom, hogy ezeket a feladatokat azért ezek a kisgyermekek a szülők segítségével tudják megoldani, hiszen az volt a kérésünk, hogyha elkészül valamilyen munka, vagy megtanulnak valamilyen mondókát, verset, akkor azt legyenek kedvesek a szülők fölvenni, és küldjék vissza nekünk. Nem volt ezzel probléma, mi jobban tartottuk tőle, hogy esetleg túl sok feladatot adunk a szülőknek, de nagyon szívesen megoldották, és nagyon szívesen küldték vissza a feladatokat, az elkészült munkákat, illetve nagyon-nagyon sok kis mondókát, verset hallhattunk a gyerekektől. Most az utolsó projektünk ez a farsang volt, itt farsangi mondókákat, illetve jelmezbe öltöztek be a gyerekek, szebbnél szebb jelmezek készültek, és ezeket küldték el a szülők a számunkra. Nagyon szeretnénk, hogyha találkozhatnánk ezekkel a gyerekekkel. Egyelőre még nincs rá lehetőségünk, de a tanítónénik mindenkit egyenként, aki ebben a csoportban megjelenik, beregisztrál, illetve küld vissza feladatokat, személyenként értékelik, próbáljuk őket biztatni, hogy minél bátrabban
merjenek ezekkel a feladatokkal foglalkozni, és hát természetesen áprilisban a beiratkozáskor pedig nagy szeretettel várjuk őket, a tanítónénik pedig már készen állnak az ő fogadásukra. A tanulmányi versenyek online módon zajlanak, itt is sok sikert értek el a győrfisek az elmúlt időszakban, és a napokban is több döntő zajlik. A megyei fordulók most zajlanak, ezen a héten került sor a országos történelemverseny megyei fordulójára, ahol két tanulónk írta meg a feladatot. Ezt is itt helyben fél órával előtte kaptuk meg a feladatot, illetve aznap még vissza is kellett küldeni a szervező bizottság részére. Aztán most a pénteki napon kerül sor ugyancsak online módon a Küri matematika verseny területi döntőjére, ahová hál' Istennek szép számmal jutottak be tanulóink. Ugyanakkor az tegnapi napon zajlott a Kazinci Szép Magyar Beszédnek a felvétele, mert ebben az évben azt is online módon rendezik meg, és az iskolának az a feladata, hogy fölvegye ezeket és online módon továbbítsa a szervezőbizottság felé.